Készülődnek a katonák a Szociális Központ Mérei utcai központi intézményének fertőtlenítéséhez. Komoly védőfelszerelés és előkészületek szükségesek elművelet elvégzéséhez. A honvédség tagjai az épületet kívülről magas koncentrációjú klóros vegyi anyaggal, belülről pedig magas koncentrációjú alkohollal fertőtlenítik. Elsősorban az intézmények bejáratait, külső területeit, vagyis a járdát, padokat, szemeteseket és a közös helyiségeket permetezik le a katonák. Ez a művelet, amit most a katonák végre fognak hajtani, tulajdonképpen egy permetezéssel történő fertőtlenítés. Még egyszer hangsúlyozom, megelőző, hiszen az otthonban se koronavírusos betegünk nincs, de még csak gyanús emberünk sincs. Ezzel együtt nyilván erre szükség van, hiszen egy nagyobb biztonságot ad mind az időseknek, mind az itt lakóknak. A koronavírus terjedésének megelőzése most a legfontosabb, jelentette ki Ács Rezső szekszárd polgármestere. Budapesten nagy port kavart fel az, ami a Pesti úti idős kotárban történt, ezért nagyon figyelünk arra, hogy a különösen veszélyes korosztálya az idősebbek számára minden feltételre megadjunk, és ebben a gondolkodásmódban kiemelt szerepet kapnak az idős otthonok. Itt Szekszárdon 155 férőhely, vagy 110 lakója van jelenleg a négy intézményünknek, és az elmúlt hetekben sokat folytattunk arra, hogy a vírus terjedését megakadályozzuk. Az idős otthonnak nem csak a külső tereit és belső helységeit fertőtlenítik le, hanem a légterét is. A városvezető hangsúlyozta, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a vírus terjedését, megjelenését megakadályozzák. Ezért szereztek be korábban védőeszközöket a bentlakó időseknek és a szociális otthon dolgozóinak is. Továbbá béres cseppet, C-vitamint osztottak ki az idős otthon lakóinak.